Húzza már az ősz a lábát, sántikál, sántikál, megáll minden trafiknál, trafiknál. Kányádi Sándor Sánta ős című művének megzenésített változatát adta elő első műsorszámként Huzella Péter, Kossuth Díjas zeneszerző, gitáros énekes, a Kaláka, majd a Neil Young sétány formáció tagja Pócsmegyeren, a Mindenki Karácsonya elnevezésű eseményen. A délután folyamán közreműködött még Gáspár Sándor, aki számos karácsonyi, adventi gondolatot osztott meg a hallgatósággal, mely híres költőktől, gondolkodóktól való. A jó tettek ravarészt titokban születnek. Semmiféle műszer nem jelzi őket, semmiféle statisztikai apparátus nem készít róluk táblázatot. De jelenlétük csak annál valóságosabb. A jó tetteknek elenyészett az írott történelme. Ha azonban megszűnnének egyszer cselekvően részt venni a földi életben, az épp oly súlyos és elviselhetetlen csapás lenne, mintha glóbuszunk egy pillanatról a másikra elveszíteni a légkörét. Heinrich Heine a romantika utolsó költőjének a Napkeleti Szent Három Király című művét Tandori Dezső fordította magyar nyelvre. Huzella Péter zenésítette meg, melyet a pócsmegyeri karácsonyváró rendezvényen is előadott. Napkeleti Szent Három Király úgy tudakolt a útját. Merre van innen Betlehem, kedves lányok és fiúcskák? Az eseményen közreműködtek a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola első A-osztályos diákjai is, akik Vörös Sándor Száncsengő című versét adták elő. Huzella Péter ezek után különböző országok karácsonyi énekeit mutatta meg a közönségnek. Ilyen volt például a cseheké, mely a karácsonyi történetet meséli el. A svédek hagyományos dala is felcsendült a Fanny és Alexander című filmben. Ez a zene arról szól, hogy a karácsony tartson egészen húsvétig, és a húsvét pedig egészen karácsonyig. Itt a karácsony már, és itt a karácsony már, és húsvétig tart a karácsony. Itt van a húsvét már, és itt van a húsvét már, és karácsonyig tart a húsvét. A spanyolok dalában nem a három királyok vagy a pásztorok látogatják meg a kis Jézust, hanem a ház körüli állatok. Majd egy francia karácsonyi ének következett, melyet Vörös Sándor fordított magyarra, Jászolban a szalmán a címe. Végül pedig a külföldre való kitekintést egy angol karácsonyi dal zárta, melyben arról énekelnek, hogy 12 napig tartson a karácsony. Az előadásban közreműködtek az iskolások is ének hangjukkal. Karácsony első napja van között, és minden jót kíván egy... Erről van szó! Karácsony második napja van között, és minden jót kíván két gerle és egy csíza csupasz körte. Nagyon jók vagytok! De hanyadik jön? Karácsony, köszönöm! Harmadik napja van között, és minden jót kíván három beréb zenész, két gerle és egy csíza csupasz körte. Rónai György, József Attila díjas költő, író gondolata is elhangoztak az eseményen Gáspár Sándor előadásában. Egyebünk nincs, csak ez a mesztelen gyermek, akit fel kell nevelni magunkban és magunknak. A többi édes barátom süket duma, szellemi zaphegyezés, de ez a gyermek igazság. Évről évre a szeretet születése. Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Kányádi Sándor Betemetett a Nagyhó című művével zárta előadását Huzella Péter. A dal eléneklésében az egész közönség részt vett, így igazán meghitt hangulatban telt a rendezvény.
A műsort követően a templom téren vendégelte meg Pócsmegyer község önkormányzata a jelenlévőket.